A napokban rendezett 116. országos mezei futóbajnokságon Kecskeméten a dombovári futók 4 csoporttal indultak, és mindannyian az első 8-ban végeztek. Az U20-as lányok pedig a dobogó 3. fokára is odaértek. A Dombovári Vasutas Egyesület 1934 óta edzi az atlétákat. Az egyesület célja a kezdetek óta az utánpótlás nevelése volt, és ez máig sem változott. Mint ahogy a hozzáállás sem, lehet hideg, lehet szél, az atléták a pályán vannak. Maga az utánpótlás nevelés az ugye most már mondhatjuk, hogy az óvodás kortól a középiskolás korig, amíg ugye itt a helyi Dombováron, a helyi intézményekben ugye elbalognak a diákok, utána mennek el, és az ottani sportolók, akik kiváló eredményeket elérnek, azok utána az egyetemi tanulmányok mellett is folytatják a sportot, csak általában az ottani helyi egyesületekben. Meghatározó még az is, hogy az utánpótlásban ugye több csoportunk van, vannak a kicsik az előkészítő csoportban, ott ugye a játékos nevelés folyik, hogy megkedveljék, és ugye mi kiszűrjük a tehetséges atlétákat, és utána szakosodunk, van a sprinter úgymond csoportunk, és van a futó csoportunk, ahol a közép- és hosszú távfutók gyakorolnak tovább edzőink segítségével. Ugye itt két ikonikus edzőről beszélünk, Fazekas Gáspár és Tarimre nevelő edzők mellett fejlődnek a tanítványok, és elmondhatjuk azt is, hogy az utánpótlásunk nem csak létszámilag sikeres, mert azért 80-100 fő körül vannak az atléták, akik itt rendszeresen sportolnak nálunk, hanem az országos eredményekben is, tehát az országos korosztályos országos bajnokságokban is folyamatosan sikereket érünk el. A 2020-as év itt a pandémia mellett is, ahol igen nehéz volt a gyakorlási lehetőség, és mindig nagyobb kihívások voltak előttünk, mind az, hogy a helyszíneket hogy válasszuk meg, és mind abban, hogy ugye ki mikor tudott eljönni, akár a betegség miatt, akár az miatt, hogy ugye a szülők le tudták-e hozni a gyerekeket. Tehát nagyon sok összetevő volt, meg egyáltalán, hogy a versenyekre elengedték-e őket. Mert hogy azért a szülői aggodalom időnként meghatározza a versenyzési kedvet. A távoli versenyekre sok esetben nem engedték el a gyerekeket. 2020-as évben mi elértünk 11 országos érmet, és azt is elmondhatjuk, hogy nagyságrendileg 28 alkalommal voltunk az első 8 helyezettek között. Az atlétika lassan visszanyeri azt a népszerűségét, mely az 50-es, 60-as években volt. Ezt jelzi, hogy 80-100 kisgyerek is ezt a sportágat választja Dombováron. Az országos atlétika szakosztályok között is én úgy gondolom, hogy tervszerűen működünk, tehát megalapozott költségvetéssel, és a létszámunk is tehát hasonló, tehát nem egy állandóan változó létszámról beszélünk, hanem erről a 80-100 főről azért stabilan el tudom mondani, hogy rendelkezünk ennyi igazos sportolóval. Bár az alapok megvannak, és a létszám is megengedné a lehetőséget, azzal nem számolhatnak, hogy felnőtt szakosztálya lesz a dombovári atlétikának. Akik elérik ezt a kort, amatőr futóklubokban sportolnak. És persze itt is igaz az, ami a többi amatőr csoportban, azok, akik a felsőbb iskolájukat más városokban végzik, ott űzik kedvenc sportjukat is, aminek következménye a dombovári felnőtt atlétika kialakulatlansága. Marad tehát az országos színvonalú utánpótlásképzés.